Számtalan együttműködési megállapodást kötött az elmúlt időszakban a Nyíregyházi Józsa András Múzeum. A terv, hogy az intézmény nyitott múzeummá váljon minden érdeklődő számára. Az intézmény PR menedzsere vendégünk, Dohanis László, köszöntöm a stúdióban. Én úgy gondolom, hogy itt a megyében és a megyeszék helyen jó néhány éve már annak, hogy a közművelődési intézmények mindegyike nyitott intézmények kivált válni, és talán most már érezzük is, hogy ez mit jelent. Érintette ez a múzeumfalut, a megyei levéltárat, és ugye most itt a 150 éves múzeum kapcsán is beszélhetünk erről a tervről. Mit jelent ez egyébként a jövőre nézve? Hát tulajdonképpen a... Ö arculatváltás, vagy ez a felgyorsulás, ez 2017 áprilisára vezethető vissza, mert az intézmény élén igazgatóváltás történt, dr. Émiás Tibor került a múzeum élére, és az a fiatalos hív, amit ő hozott, az őképpen kiadotta a múzeum további és jelenlegi életére. Voltak már meglévő együttműködési megállapodások, de 2017 óta több mint 12 együttműködési megállapodást kötöttünk. Ebben vannak, ha sorolhatok egy-két intézményt, az Eperesi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, a Nyíregyházi Állatpark, a Nyíregyházi Gyógyfődők ZRT, és még nem is tudom, hogy a színházzal korábban, illetve előkészületben van a színházzal és a Móri a Váci Mielművedés, illetve a Kultúrás Központtal is egy együttműködési megállapodás. Tehát próbálunk minél jobban nyitni mindenfajta intézmény intézményfele, Például a fürdő, illetve az állatpark esetében 10%-os kedvezményes jegyvásárlásra van lehetőség, mint a fürdőbe látogatóknak a múzeum tekintetében, és ez ugyanúgy visszafele is működik. És hogy a nyitott intézményé válás az nem feltétlenül csak az intézmények közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködésben tudjuk elképzelni, hanem abban, hogy egyre több látogatója lesz a, a múzeumnak, illetve a múzeum által kezdeményezett különböző kulturális közművelődési lehetőségek. Ez így van, mert nem csak az együttműködési megállapodás az, ami nagyon fontos, mert lényeges, hogy jó partneri kapcsolatok legyenek az intézmények között, hanem az, hogy egészen újszerű és egyre több rendezvényprogram valósul meg a múzeumban kiemelt programjaink is vannak, hogy a 150 éves az intézményünk, ennek apropóján most egész évben egy hónapról hónapra megújuló kamarakiállításon keresztül mutatjuk be a múzeum legértékesebb darabjait, ebben ma a régészeti, történeti, illetve néprajzi anyag, de ugyanakkor elmondhatom, hogy próbálunk azért megnyerni olyan kiállítási anyagokat is, amelyek egyediek. Ilyen volt a fejedelmek mesés kiállítás, amely több mint 3 milliárd forint összértékben tekinthetők. Ez az összes Erdély által kiadott pénzekről, illetve dukátról szólt, de most a legújabb kiállításunk a Szeúzó kiállítás, amely március 27-én indul. Hát ez is egy kiemelkedő program, és egy olyan látványosság lesz a múzeumnak, hogy, mint a igazgatós említette, unokáink is emlegetni fogják ezt a kiállítást. Ugye itt egy vándorkiállításról van szó, amelynek az egyik állomása Nyíregyháza, tehát aki szeretné ezt a kincset, szó szerint a kincset megtekinteni, annak feltétlenül regisztrálnia kell, hiszen olyan nagyon hosszú ideig nem is lesz látható ez a gyűjtemény. Így van, ez április 15-ig látható ez a kiállítás. Reggel 8-tól délután este 8 óráig vagyunk nyitva, lesz két maraton ez április 6 -a és 14-e, ekkor éjfélig vagyunk nyitva, de ami biztos forrás, mert ma volt egy sajtótájékoztató a 23-ai kiállítás megnyitókkal kapcsolatosan, 11 ezeren regisztráltak eddig, tehát mondhatom azt, hogy még a maradék 6 nap alatt, tehát a nyitásra, hát jó lenne elérni a 15 ezer főt, és akkor még a továbbiakban is szívesen és szeretettel várjuk a látogatókat. Honnan fog érkezni? Miskolcra fog érkezni az anyag, az utolsó állomás az Nyíregyháza. Előtte volt több, tehát pontosabban még Miskolcon kívül négy városban, és mi vagyunk az utolsó állomás. Mik voltak az eddigi magyarországi tapasztalatok egyébként a kijelentés? Próbáltunk, tehát kollégák is voltak, próbáltunk utána érdeklődni, utána járni kaptuk az információt, nagyon nagy érdeklődés van látogatottság tekintetében. Mi próbáljuk azt is kihasználni és figyelembe venni, hogy a határmenti országok, illetve a túli országokból, tehát Romániából, Szlovákiából, uram bocsánat, még Lengyelországból is vendégek érkeznek, tehát próbálunk minden reklám lehetőséget megragadni arra, hogy minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni ennek a remek kiállítási anyagnak a hírét. Ennek, hogy azért egyre többen ugye pontosítani tudják önmagukban, hogy miről is van szó, ugye tehát eddig a közelében nem férkőzhetünk, nem csak mi. Igen, Ezzel... erre mondjam azt, hogy készült is egy kiadvány, amelyet a kiállítás alatt meg is lehet vásárolni, mert ennek az egész EUZO anyagnak azért van egy Mindenfajta krimi jellegűtől kezdve egészen Kis a vadregényes dolgokig, igen, története, de ezben a könyvben mondjam azt, minden megtalálható, és tényleg mindenkit foglalkoztat, hogy mi is a története, hogyan került, hogyan került ki külföldre, miért volt ennek libanoni papírja kiállítva. Kézbe kiderült, hogy Balaton környéki mohamaradvány találtak rajta, tehát igazolt az, hogy ez valahol a Balaton környékéről származik. Tehát ezt ebben a kiadványban megtalálják, meg is lehet vásárolni, de ugyanakkor sok kiállítás, illetve ajándéktárgy is kerül majd a kiállítás alatt megvásárlás alá, és bízunk benne, hogy minél több érdeklődő fog hozzánk ellátogatni nyilván azért az évet nem lehet teletűzdelni ilyen szintű szenzációkkal, de azért ez egy nagyon jó apropó arra, hogy amikor a helyiek állnak fel otthon a székből és a kanapéről, és mennek el a, a saját múzeumokba, mert azért valljuk be őszintén, amikor városlátogatunk, elutazunk, akkor ott felfedezzük, hogy mi van, de lehet, hogy a saját élő környezetünkben viszonylag ritkában veszük a fáradtságot arra, hogy ezt megtegyük de az utóbbi hónapokban azért azt ugye lehet mondani, hogy mintha nagyobb lett volna, nagyobbá vált volna a, a múzeumnak az ajtaja, mert talán többen mennek be rajta. Ez így van, mert a múzeum nem csak azért nyitott múzeum, mert hogy rengeteg újabb és újabb kiállítás van, és itt meg kell említenem még egy dolgot. Június 23-án van a múzeumok éjszakája, ahol közel 50 munkácsi festmény kerül kiállításra egészen október 15-ig, ami azt mondhatom, hogy nem kis munkálatokba és előkészületekbe tellett, hogy ez az anyagi ide lekerüljön Nyíregyházára, de tény és való, hogy, hogy, egyre több a rendezvényünk, egyre több a kiállításunk. A 150 éves évforduló kötelez is bennünket arra, hogy nem csak szakmai napokat konferenciákat szervezzünk, hanem próbáljuk minél jobban megismertetni a, a múzeumot és a múzeumanyagát a múzeumba látogatókkal. Erre találtuk ki ezt a hónapra-hónapra megfrissülő kamarakiállítást. A Múltunkból a jövőnek című kiállítás, de ugyanakkor most csütörtöki napon például a Rotary szervez nálunk Rotary Húsvétot, ez is egy együttműködési állapodás keretében történik, a múzeum nyitott mindenre. Eljutnak ezek az információk a városlakókhoz, megyelakókhoz, megyébe érkezőkhöz? Hál' Istennek, hogy igen el, ebben köszönhetjük a média szerepét is, illetve az írott, illetve elektronikus médiának a szerepét, de ugyanakkor fontos szerepe a Facebooknak is, mert egyre jobban terjednek a hírek, illetve a programok, illetve a weboldal is, azért, ahogy látom, illetve látjuk, rengeteg látogatót vonz, és minden felületet kihasználunk arra, hogy, hogy minél több látogató legyen, de az is a lényeg, hogy minél több olyan program, ami csábító, és mondjam azt, hogy érdekes a közönség számára. Itt még hozzátenném azt, hogy ennek érdekében például a szállás.hu akcióba is beléptünk, hogy minket, bennünket, a programjainkat népszerűsítve, utána mi 10-20-25%-os kedvezménnyel próbáljuk a múzeumban ellátogató határon túli, vagy éppen országhatáron belüli látogatót bevonzani, és utána egy örök emlékkel távozni, látni. Köszönöm szépen, én remélem, hogy a kedves nézők jegyzeteltek legalább egy kicsit, de ha nem, akkor a múzeum internetes felületén én gondolom, hogy minden információt megtalálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.